kollégák úgy döntöttek, hogy szeretnék méltóképpen befejezni ezt az iskolai évet. Ja, mi működésünknek a jellegzetessége, hogy nagyjából a tanévhez igazodik a fő tevékenységünk. Tehát amíg a gyerekeknek a napi rendjébe illeszthető ez a futballfoglalkozás, addig járnak nagy számban az edzésekre, úgyhogy most az iskola év végével, mielőtt a bizonyítványt a kézhez kapják, a mai délután azt egy ilyen örömfocinak szánták a kollégák, természetesen egy pár gondolat erejéig le fogjuk zárni ezt az évet, megdicsérjük a gyerekeket, különösen azokat kicsit kiemeljük, akik szorgalmuknál, attitűdjüknél fogva ebben az évben egészen kiválóan teljesítettek. Fontos dolog, tehát az nem volt kérdés, hogy a gyerek sportolni fog, mert a család is nagyon sportos. Értelemszerűen a logisztikailag is egy nagyon jó megoldás és könnyebbség volt, hogy az iskolából hozzák viszik a gyerekeket. Illetve hát az, hogy szerencsére pont akkor indult középső csoportba Vodában már a foci, amikor a Boti is 4 éves volt. Úgyhogy ez volt az első alkalom, és a Boti itt ragadt, és 4 éve gyakorlatilag töretlenül focizik. Nagyon szeretjük a csapatot, szeretjük az edzőket is. Fontos, hogy szerintünk nagyon jó szakmai irányítással és jó pedagógiai érzékkel foglalkoznak a gyerekekkel, megfelelő mennyiségben, úgyhogy mi nagyon szeretjük, de leginkább a gyerek. A gyereknek vannak komolyabb ambíciói, vagy csak a sport szeretete, ami mozgatja? Vannak komoly ambíciók, úgyhogy persze a Lionel Messi a cél. Mindenképpen hosszú távra gondolkodik a Boti. Mi úgy látjuk, hogy van hozzá érzéke, úgyhogy nagyon reméljük, hogy itt fog ragadni. De nagyon jónak látjuk azt is, hogy különböző csoportokban megfelelő szintek szerint sorolják be a gyerekeket, úgyhogy mindenkinek a megfelelő szinten, megfelelő tudás szerint tud kikapcsolódást találni értelemszerűen. Úgyhogy szerintem ez nagyon jó, hogy kerek. A Budakeszi L az 2005-ben alakult. Ugye egy olyan igényt próbáltunk kielégíteni, hogy a helyben élő gyerekek, illetve az itt élő gyerekek, az ide iskolába járó gyerekek, azok itt helyben ismerkedhessenek meg a futball alapjaival. Aztán egy ilyen kalandos utat jártunk be az elmúlt 14 évben, mert volt egy időszak, amikor a teljesítmény területek irányába is elmentünk. Volt egy ilyen időszak is, aztán néhány évvel ezelőtt visszatérve a realitások talajára, maradtunk a grassroots területek mellett, és az eredeti célkitűzéseinknek megfelelően azt a célt szolgálni, hogy az itt élő gyerekek és ideiskolába járó gyerekek a szabad idejüket a futball mellett hasznosan töltsék itt a budakeszi sportpályán. Kik járhatnak ide hozzátok futballozni? A grassroots labdarúgásnak tulajdonképpen egy idegen kifejezés, ugye az a lényege, hogy a mindenki focia, tehát az alapok labdarúgása. Ebből adódóan bárki jöhet, aki szeretne futballozni. Igyekszünk a csoportokat úgy diverzifikálni, úgy meghatározni, hogy mindenki megtalálja a számításait. Akik egy kicsit gyorsabban játszanak, azok egy csoportban vannak, akik egy kicsit lassabban játszanak, azok egy másik csoportban vannak, de a célunk az, hogy mindenkinek az igényeit kielégítsük. Mióta focizik a gyermek? A kertben már 3 éves korában kezdtem. Egyébként olyan 2-3 éve kényszerítjük ide a szerencsétlent. És mi a véleményetek az egyesületről? Nagyon jó, nagyon jó. Fejlődik a gyerek nagyon. Milyen büszkeségeitek vannak az eddigi neveléseitekből? Sok olyan játékosunk van, aki magasabb osztályokban felnőtt szinten is sportol. Közülük talán a legsikeresebb játékosunk most igazolt ki a Bundesliga 2-be, az Arminia Bielefeld csapatához. Ő 18 évesen kapott profi szerződést Németországban, ami szerintem egy elég jó teljesítmény, és büszkén mondhatjuk, hogy több mint 4 évig nálunk nevelkedett az Ágoston. Ezen kívül most jelen pillanatban az MB2-be adunk játékosokat, Fodor Dani ott játszik Budaörsön, rúgja a gólokat, és számos olyan játékosunk volt, aki az utánpótlás válogatottakban szerepet kapott. Mi elsősorban nem azért foglalkozunk itt a gyerekekkel, hogy ők e-sportolók legyenek, nem ez az elsődleges cél. Inkább mi egy biztonságos környezetet szeretnénk a gyerekeknek biztosítani, hogy amellett, hogy jól érzik magukat, természetesen van azért az edzés felépítésben
differenciálás a gyerekek között, tehát úgy próbáljuk meg beosztani a csoportokat edzésen, hogy a gyorsabban gondolkodók a gyorsabban gondolkodó társaikkal focizhassanak együtt, és így igazából sokszor elég jó dolgok szoktak így elsülni. És itt nálatra csak focizni lehet, vagy bajnokságokon is részt vehetnek a gyerekek? Minden napokban ugye edzések vannak, ezen kívül hétvégente a Bozsik programban szerepel a klubunk, és az U14-es korosztályunk pedig a Pest megyei bajnokságban már bajnoki rendszerben méreteti meg magát. Erre az évre, de már tavaly is ugye kikerekedett az, hogy a mi klubunk az itt meghatározó tényező itt a környékbeli csapatok között. Annak ellenére, hogy ugye mi 2 évvel ezelőtt nagyon sok tehetséges gyereket átigazoltunk Biatorbágyra, ugye az akkori infrastruktúrális feltételek itt nem voltak ahhoz még adottak, hogy azt a színvonalat tudjuk tartani, amivel a gyerekek rendelkeztek. Ugye hát nem volt akkor még kész a műfüves pálya, ezért ezt a megoldást választottuk, és hát be is igazolódott, hiszen most az a csapat, akit mi kompletten átigazoltunk Biatorbágyra, most megnyerte az országos harmadosztályú bajnokságot, és most ma játssza az osztályozó mérkőzés visszavágóját, amit az első felvonásban 3-0-ra megnyertek, szóval jó eséllyel osztályt tudnak ugrani most. Mi Telkibe kezdtük, de aztán most már egy éve Budakeszire igazolt. Az összes barátja ide jár, a suliból nagyon-nagyon szeret járni, ki nem hagyná az edzéseket, pedig most már heti 3-szor jár, és ő tulajdonképpen így született, hogy a labdával, tehát bármilyen labdajáték az jöhet nála, de a foci az abszolút a szerelem meg a szenvedély. Mióta ide jár az egyesülethez, tetten érhető a fejlődés, látszik-e valami javulás a játékában? Mindenképpen, tehát a technikailag is sokat fejlődött, tehát nagyon szeretem, amikor láthatom őt játszani, tehát kimondottan így öröm számomra, amikor el tudok kapni egy kis pillanatot így az edzés végén, amikor játszanak. Sokat számít, hogy a barátaival is játszhat, meg nagyon szeretjük Marci bácsit, aki tényleg nagyon sokat szokott tenni a gyerekekért. Az, hogy ő mit akar magából kihozni, azt majd ő el fogja dönteni, meg hogy az edzők is mit látnak benne. Mindenképpen azt gondolom, hogy itt van lehetőség a tehetséggondozásra, és tehát ameddig mi tudjuk őt támogatni ebben, addig fogjuk is. Miért járjanak hozzátok ezek a gyermekek? Elsősorban azért járjanak sportolni, mert minden sporttevékenység hasznos a személyiség fejlődésükben. Hogy miért járjanak hozzánk, arra talán azt tudom mondani, mert a focival foglalkozunk, és a futball legalábbis ezen a szinten az egy csoportos játék, ugye, csapatjáték, és én azt gondolom, hogy a szocializációban az egyik legjobb eszköz arra, hogy valaki egy harmonikus személyiségé váljon. Tehát ez a fő érvem igazából. Hogy miért pont a Budakeszi Elláma? Én azt gondolom, hogy itt a kollégáink és a munkánknak a jellege is ezt a szellemiséget próbálja visszatükrözni. Mindenki jól érezheti magát előképzettségtől függően, ugyanakkor arra is van lehetősége, hogyha gyorsabban fejlődik, mint a társai, akkor biztosítsuk számára a továbblépés lehetőségét.